A vád szerint a Törökszent Miklósi nő 2023. november 3-án délelőtt Törökszent Miklóson az egyik utcán kerékpárjával a postai kézbesítő nő mellé hajtott, aki éppen a küldemények kézbesítését végezte, és őt kiabálva a neki kiutalt szociális ellátása átadására szólította fel. A kerékpárjáról leszállva odalépett a kézbesítő hölgyhöz, aki közölte vele ekkor, hogy nincs nála az ellátás összege, ezért azt részére nem tudja átadni. A nő ekkor a puloverénél fogva elkezdte rángatni a kézbesítő hölgyet, majd megpróbálta többször is megütni őt, aki a kezével igyekezett elhárítani az ütéseket. A nő a cselekményét csak azt követően hagyta abba, hogy a helyszínen megjelent a férfi kollégája a kézbesítő hölgynek, aki őt a cselekmény befejezésére szólította fel. A bíróság az ügyészség indítványával egyezően bűnösnek mondta ki a nőt, és vele szemben végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 8 hónap börtönbüntetést szabott ki. A korábban még nem büntetett nő a büntetés enyhítéséért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. Az ügy a szolnoki törvényszéken folytatódik.